tűzoltósági, katasztrófavédelmi, rendőrségi és több más szervezet 2022-es beszámolójával kezdődött Dombóvár város legutóbbi pénteki testületi ülése. A város polgármestere szerint örömteli, hogy mindenki pozitívan beszélt a tavalyi évről, akárcsak az, hogy nem történt több bűneset, mint az előző években, és nem is maradt felderítetlen ügy sem. Mindezen túl még örömteli volt az a hír, hogy tudtuk tárgyalni a Dombóvári Focisüle Egyesület kérelmét, hiszen a közel 200 gyerekkel foglalkozó egyesület egy kis busz beszerzéséről döntött egy TAO-s pályázat keretében. Nyilván a TAO forrást júniusban fogják megkapni, ezért ők kezdeményezték, hogy egy 6 millió forint visszatérítendő támogatásra segítsük, hogy a busz be tudják szerezni előbb, hogy még az iskolai időben tudják ezzel a gyerekeket szállítani. Meglepő fordulat volt ebben az ügyben, hogy az ellenzéki képviselők kígyót békát kiabáltak, ami számunkra értelmezhetetlen, hiszen ennél nemesebb célra nem tudtunk volna adni 6 millió forintot, amit egyébként visszafizet az egyesület két hónapon belül, mint hogy a dombári gyerekeket szállítsák, és azok biztonságban érkezzenek meg edzésre, és érkezzenek haza. Az ülésen Szabó Lórend képviselő kérdéssel fordult a képviselők és a jegyző felé a szállásrétító ügyében. Tavaly márciusban a képviselőtestület döntött, hogy a szállásrétító és közvetlen környezetét kiadja működtetésbe, haszonbérletbe egy vállalkozónak. Ugyanakkor dombóváriaktól érkezett a jelzés, hogy az önkormányzat továbbra is az, aki gondozza a területet. A közmunkások nyírják a füvet, az ottani szökőkutat szintén a város polgárai fizetik ki. Ez egy elég súlyos szabálytalanságra vetíthet fényt. Szeretnénk ezt komolyabban megvizsgálni. Dr. Szabó Péter Dombóvár város jegyzője szerint minden a szerződésben leírtak alapján történik. Az önkormányzatban bérleti szerződés útján bérbeadta az ingatlant, a szerződésben a felek úgy rendelkeztek, mivel a hatósági engedélyhez kötött részei is vannak, a hatósági engedély megszerzését követő napon lép hatályba a szerződés, tehát bár egy aláírt szerződésről beszélünk, ez jelenleg nem hatályos, tehát a feleket nem kötelezi semmilyen formában. A képviselők a pénteki ülésen döntöttek még többek között arról, hogy pályázatot írnak ki a szociális kaszálásra, illetve 6 bírósági ülnököt is delegálnak a Dombóvári Járásbíróságra.